Az USA-ból érkezett mentoredző a győri OHC jégkorongosaihoz. A programot a Magyar Jégkorong Szövetség indította útjára méghozzá azért, hogy felmérjék a kluboknál folyó munkát, majd később ennek megfelelően szakmai segítséget is nyújtsanak. Az a dolgom, hogy felmérjem, hol tartanak a játékosok egészen a legkisebb, U8-as korosztálytól a legnagyobbakig. Elsősorban a fizikai állapotukra vagyok kíváncsi. Szakmai megbeszéléseket is tartunk a csapattal, illetve a vezetőkkel, és próbáljuk megtalálni a legjobb módját a további fejlődésnek. A cél az, hogy rendszerben lássuk az egész magyarországi sportágat, és minden lehetőséget megadjunk a következő generációnak, hogy jobb játékossá váljanak. Ivan Livia azt mondta, nagy lehetőségeket lát a Győrben alakuló rendszerben, és azt is kiemelte, nagyon hasznos, hogy a játékosok a legkisebbektől a nagyobbakig egy tető alatt tudnak készülni. Fiatalkorban a legfontosabb, hogy elsajátítsák a gyerekek az alapvető mozgásokat a jégen. Ez valójában nehezebb, mint amilyennek látszik. Kulcskérdés, hogy képesek-e stabilan megállni, miközben mozgékonyak maradnak és erőt fejtenek ki. Éppen ezért, amikor kialakítunk egy programot, muszáj kiemelt figyelmet fordítanunk a funkcionális mozgásokra, mert ezáltal, amikor egy idősebb korosztályban kell majd helytállniuk a játékosoknak, akkor már képesek lesznek hasznosítani ezt a tudást, és a játékuk is hatékonyabb lesz a jégen. A mentoredző úgy látja, nem csak Győrben, de az országban is jó ütemben fejlődik a jégkorong, de vannak apróságok, amelyeken érdemes változtatni ahhoz, hogy igazán sikeresek lehessünk a sportágban.